10 napon keresztül várta az érdeklődőket a 31. művészetek völgye, ahol 40 helyszínen és 3 településen, Kapolcson, Talján-Dörögdön és Vigánd-Petenden több mint 2000 program közül válogathattak. Bár koncertből és népszerű fellépőkből az idén sem volt hiány, a fesztivál különlegessége, hogy a látogatók már reggel beveszik magukat az udvarokba, ahol a gyerekprogramok, kézműves foglalkozások, beszélgetések várják őket. A Harcsa Veronika udvarban is már reggelente elkezdtek gyülekezni az emberek, hogy itt kezdjék a reggelt napindító jógával. Majd maradtak a workshopokra, koncertekre. Érzékek és felfedezések kertjében kezdhettük a napot a mezitlábas ösvényen. A különböző felületeken való mezitlábas járás javítja az egyensúlyérzéket, jótékony hatással van a testtartásunkra, segít a luttal, valamint a gerincdeformitások kialakulásának megelőzésében. Szagolgathattunk itt különféle fűszernövényeket, festhettünk kavicsokat, vagy akár varázsbotot is, hogy csak párat emeljünk ki a sok kézműves foglalkozásból. Vigánd-Petenden a szérüdött tókertben zsonglőrködni, gólyalábon sétálni, vagy kézen állni tanulhattunk, de az akrójóga szerelmeseit is várták itt programok. A Balaton felvidéki tájat bringás és gyalogtúrákon fedezhették fel a völgylakók az Aktív Magyarország jóvoltából, de terepfutó versenyen is megmérhették magukat félmaratoni és 5 kilométeres távon. Komoly és klasszikus zene kedvelői is megtalálhatták a nekik szóló helyszíneket, mint a Völgy komoly zenét és a Papagino klasszikot. A 10 nap alatt összesen 120 ezer látogató váltott jegyet a művészetek völgyére. Idén 20 ezerrel több fesztiválozó érkezett, mint tavaly. A fesztivál szerves része a kézműves vásár is. A színes forgatagban a látogatók még több kitelepülő portékái közül is válogathattak, és vihették haza a völgy szuvenérjüket. Mi az utolsó nap távozóban még Vigánd-Petent felett a Szerpentin úton felmentünk a kilátóba, és onnan néztünk vissza a búcsúzóul a völgyre. Jövőre 2023. július 21. és 30. között találkozunk.